nézzétek, egy kis szolgálati célú megállás Alsógyenesen. Hát haladtunk már, hogy 7 kilométert. Jöttünk. Következő megálló már Keszthely lesz. Tehát ez a tovább egyenesen kell menni a vasúton. Balaton kerülés, második etap, és hát egy darabig még a bicikli út erre megy. Hát Keszthely gondolom. Úgyhogy simán. Menni. És várunk egy vonatot közben. Aha, most jön, most váltott át. Menet videót eddig sikerült csinálni, mert itt ez a rögzítés megadta magát, úgyhogy egyébként itt vagyunk Fenékpusztánál valahol. Most jöttünk át az Alahídon, úgyhogy innestől kezdve már csak ilyen videók lesznek, ebből viszont kevés, mert nem fogok azért megállni 10 kilométerenként, hogy videózzak. Max, menet közben csinálsz egy kis snittet. Ugye mindjárt bemegyünk az autópálya mellé, aztán utána a következő az Balatonberény lesz, mert Szentgyörgyön áthaladunk. Ezt nem érinti a bicikliút. Balatonberény, Balatonberény állomás. Pontosabban ez itt már csak egy őrház. És
Ott van a Schönwelda, de ez nem az, amelyiket már háromszor láttunk. Vagy ugyanaz? Ugyanaz? Ez itt kering össze-vissza, de akkor nem olyan mindenit megálltunk egy... Azért, a picit is tudjon ülni, nyugodban ott a biciklipárban. Hát annyi. Ott parkolunk, és akkor látjátok, hogy Fonyód, meg most már Mária fürdő is ki van írva. Hát Fonyód az kb. Egy olyan 20 km, 21. A tábla felől jöttünk Keszei. Igen, Keszei, Balatonszentgyörgy. Hát most a tábla szerint 21 km még Fonyód. Az nagyjából stimmel is. Hát itt meg a... Ez már a 30-as vonal. Tehát újra felső vezetékes pálya. Hát most már, hogy... Menet videó az nem lesz, de holnap se lesz, mert most annyira azért eltűnt az adögzítő, hogy nem lehet ezt holnapig megcsinálni. Na, majd legközelebb csinálunk Balaton kerülést, akkor majd lesz felhőső videó. Hát majd valahogy megoldom csak. Hát ilyen, de ilyen kamera, vagy hát ez adögzítő, szóval ebből biztos van több is, csak olyan kell, amelyik jobban bírja. Hát valami fejmet, hogy van, ami nem törik el. Balatonfenyves állomáson vagyunk, sikerült eljutni, 37,2 km. Ott van távol a kisvasúti végállomás, pont benne áll egy MK48-as, és hát minden kell tovább menni. Következő, az Fonyód lesz majd egy, mintegy 6 km. 8. Hát akkor annyi. Itt viszont van ingyenes leki. Akkor az első nagyobb megállás, fisi szület, sör szület, meg egyebek, meg ciki szünet, dél már elmúlt, úgyhogy vigyázz azért. Összesen két shopping van, de az egyiket fölpattintom. Sőt, már mindjárt egy óra van. Igen, azért, úgyhogy most már fel lehet pattintani a shopit. Összesen kettő maradt tegnapról, úgyhogy ennyi. Ez elfogy. És még az áramot is lehet itt lopni, tehát ha Balaton fenyvesen a játok, akkor itt van egy konnektor, amiben van áram. És tölti a telefont, az előbb kipróbáltam. Úgyhogy akkor most átmegyünk Lagzi Lajcsiba. Szerbusz, itt a Dál Idó. Villanyt lopni jó. Alsó Béla telep, Fonyód. És itt lehet a legjobban látni a Balaton. Vonatban ezt már sokszor láttam, hát így. Bicikli útról még egyszer se, nem semmi. És arra fele van Fonyód. Haladunk tovább már, úgy 40 km-en túl. Igen, és már 40 km-en is túl vagyunk ma. 43,5 km. Siófokig van még 50. Ma annyi sincs olyan 47-40. Hát nem tudom, a legutolsó tábla szerint, amit láttam, Siófok 50. Nem, azóta láttam 46-ot. De ez a kiatás. Ezt nézd meg, ott úszik a kacsa. Három is. Az a három kis kacsa a Dagobert bácsiból. Hát. Izé, Niki, Tiki, meg Viki, ha jól emlékszem. Balaton kerülő túl, a következő állomása Fonyód, de mindjárt meg is mutatom. A biciklik az, de itt van Fonyód. Vasút állomás, benne áll egy hisz. Tárolón is láttam egyet. És még egy olyan kb. 48-47 km siófok. De haladunk, csak hát itt most már muszáj voltunk megállni. Kis izé. Jó minőségű bicikliút, Balaton-Boglár. Egyébként ott rányítok, hát ha látszik így a fákon keresztül, az 1500-as szelvény. Ezt ki fogjuk kerülni majd, de kivegyünk az útra, mert ezek a tankcsapdák itt, tehát nézd meg, na,
és ez a kijelölt kerékpár, úgyhogy hogy megmutassam nektek, csak itt megálltunk most egy kicsit. Már, igazából meglátom, hogy mi van előttünk, és inkább visszafordul. De ezt nézzétek. Tehát, nem hiába megy a többi bütikös is kint inkább az tehát ez, ez a kijelölt tankcsap, de egyébként körülbelül egy olyan kilométerre lehet a Balatonbográdi vasútállomás. Balaton 100-szor meg úgy emlékszem, hogy az 1333-as környékén van, de mert ott már nyaraltam egy pár szót, tehát szerintem az nagyjából ott lehet. Tehát onnan se vagyunk már messze. Balatonbográd meg tényleg itt van már egy kilométerre. És utána Balaton leállás is nagyon közel van Bográdhoz, ilyen 2 kilométer, még vonaton is. Hát egyébként itt van egy kutyafuttató, meg egy park. Mutasd meg a táblát, mi van kiírva. Nem, hol? Ja, hát akkor nézzük meg a táblát, ezt nem nézzük. Ja. Koki tündér nem létezik, szedd össze te is. És valaki ott hagyott egy teniszlabdát. Következő megálló, Balatonbográd, sokáig nem jutottunk messze, viszont megálltunk kajálni. Úgyhogy... egy már ismert kajáldában, ahol már 2 évvel ezelőtt, meg korábban is egy párszor jöttem. És közepítják a kajahívó, úgyhogy megyünk a kajáért. És akkor ez gyors volt, megérkezett a babujás. A kajahívó az még ott van, mert még a második az jönni fog. De ez így faszak el egy kis energia a biciklizéshez. Úgyhogy barnasör, bableves, meg majd lesz még második is. És akkor itt parkol, még mindig Balatonbográron vagyunk, egy kis katonai jeep. Ilyen se sűrű látni errefele. Majd nézzük az elejét is. Magyar rendszáma van. Egy kis trainspotting, valami jönni fog. Még sehol nincsen, de már civil telesín. Balatonszemes, Balatonszemes. Most jöttük el a vasútállomást, vagy ja, nem az még arrébb van, de Balatonszemesen vagyunk. Hát, és 66 km környékén. És jól fog még 27 km. Bizony, hát az addig még van, és arra felem meg nagyon fekete felek, annak az északi parton valószínűleg már esik. De remélhetőleg az minket elkerül, hát hogyha komolyabban leszakad az ég, akkor viszont muszáj. És ott van egy gőzös. Ezt most nézem, hogy van ott egy gőzös. Nézzünk csak meg közelebbről. Aha. Nem semmi, hát ezt nem is tudtam, hogy itt ilyen is mi is van. És ott a háttérben látszik az Hoffman Hoff is. Egyébként Balaton összöd van kitáblázva, lesz a következő, és Balaton 100-szó sincs már messze. 100-szó az még, és átváltott a fényjelző, tehát valami jönni fog. Akkor lesz egy kis trainspotting is. Itt látjátok, Balatonszemes és az 1387-es szelvény. Balatonbográd bejáratánál volt az 1500-as. És elvileg, tehát 138,7 km-re vagyunk Budapest déli pályaudvartól. És jön egy Traxi Maxi. De az még meg fog állni valószínűleg, ha csak nem áthaladós.
erőcsém! Igen, nézd meg, Szántódon vagyunk jelenleg, és még 12 km-es siófok. Úgyhogy haladunk arrafele, és közben sikerült egy dottót is elkapni. Arról jöttünk egyébként, mert sok minden nem látszik. De itt legalább jó a bicikliút. Reméljük azért Siófokig ez megmarad. És itt az út vége, Siófok állomás. Nem tudtunk Aligáig elmenni sajnos, mert hát így jött ki. Szóval eleve Balaton-Aligán az volt a terv, hogy felszállunk arra a kiszra, amelyik kőbánya Kispestért. Ilyet a szónak így megy, de kökén megáll. Hát azt itt tudtuk elkapni, még láttuk bent állni, de mire lementünk, már elment. Úgyhogy fél órával későbbi déli izével, Balaton IC-vel tudunk menni, ami viszont Keremföldön le kell szállni róla. És aztán még utána lesz egy pési vonat, amivel talán a Keletiig el tudunk menni, és akkor nem kell Keremföldre hazavergődni. Mert azért annak örülnék, hogyha ennyi biciklizés után már azt megúsznánk. De egyébként akkor itt tartunk, Siófok, és várjuk a vonatot, fél óra múlva fog jönni. Itt vannak a biciklik. És végül is 92,5 kilométert mentünk. Mai nap a szava szerint, úgyhogy az már egész jó. Folytasd a szöveget, apu vedd meg nekem a várost. Automatabátus. Elfogadjuk. Következő egy tankcsapdadal lesz, ülj le mellém. Ja, közben. Valamit mondok. Szól a rádió, az zavar itt bele a helyzetbe. Most a kijelző szerint a 4-es vágányról fog menni a mi vonatunk. Addig viszont a jól végzett azért a jutalma, két sört addig még legurítunk. Ennyi biciklizés után már megérdemeljük. És akkor a Szolnoki kis helyett a Balaton IC, amin viszont van büfékocsi, úgyhogy itt is be lehet vágni egy sört a büfékocsiba. Igazából már csak egyet, mert még haza is kell biciklizni, de hát igazából két sörtől már még haza lehet. Tehát még ezt a sört, ezt Kelenföldig elkortyolgatom. Ha meg hamarabb befolyik, akkor még egyet. Hát esetleg annál többet már nem, azért biciklizni is kell. Még haza kell jutni. Még haza tudunk menni. Még azért a két sörtől, igen. De még egyet már megittunk a estibe, tehát igazából három sörtől. Még háromtól is haza lehet. Ja. Csak majd lassabban. Azon még nem fogunk így jót kergetni. Csak a feleségünk mellé, akkor biztos. Hát múltkor, amikor hamarabb értem az ő este, mint a 85-ösen, akkor hátra sört vertünk be az étkezőbe. És úgy mentem, hogy sokkal lassabban, mint egyébként szoktam, és még úgy is leelőztem a 85-öst. Holnap meg, hogyha fel tudok kelni, akkor folyt köv, és akkor... Nem lesz olyan izomlázott. Igen, és ami kimaradt szakasz, majd nem fog esni az eső, akkor lenyomol kimaradt szakaszokat. A Szófőtől Balaton kell menni Balatongyörökig, és Siófoktól Balatonaligáig. Ez utóbbi, ez laza, mert ez 10 km kb. Hát az, és végig síkúton, és végig bicikliút. Megfolyítom a kamerát, akkor engem második. Hát jó, hát a Szófőtől Györökig ott még biztos lesz egy-két emelkedő a Szófő után. Badacsonyig mondtam is, hogy lesz. Lesz egy jó pár. Viszont utána Badacsonytól meg ugye nem kell azért, mert a vonat megy tapolza fel, ennek én még ott át tudom vágni azért Balaton Etevicsen egyenesen. Úgyhogy nagyjából ez a terv holnapra. De sikerül eljutni Györökig, és még vonatra is szállni, és elmenni úgy, hogy aztán Siófokon, de meg Siófokon úgyis megáll minden, ott leszállok, elmegyek azért, akkor eltekenek Aligáig, ott megfogasztanak volna valami, ami Pestfele jön. Akkor már tök mindegy, micsoda, csak arra fele menjen. De az már egy következő videó lesz. És akkor újabb helyzet jelentés, itt vagyunk Kelenföldön, eddig sikerült visszajönnünk, és volt némi halovány remény, hogy elérjük a köki felemenő vonatot. Futottunk, és utána meg úgy volt elérjük, nem sikerült. Úgyhogy innestől kezdve meg már... Felmentek a mozgólépcsőn, addig elment. Hát addig elment, pedig ugye akkor érkezett meg. Hát igazából nagyjából másodperceken múlott. Nem akkor érkezett, hanem akkor volt neki. Ja. Hát akkor kellett volna kibennie, de másodperceken múlt, hogy nem sikerült. Hát... Megnézzük, hogy van-e valami, de nincsen semmi. Úgyhogy... Kőbánya Kispestig semmi nincsen most már. Ez volt az utolsó, amivel el lehetett volna menni kökig. Úgyhogy innestől kezdve akkor nem marad más, mint az, hogy az őrség haza kell tekerni. Hát most itt vagyunk a Kelenföldön, és akkor gyerünk az őrség. Thank you.